A stúdiónk vendége Erdély Zsolt, aki most már egy más minőségében, mint a Dabasi Önkormányzat anyakönyvvezetőjével beszélgetek. És hát ahogy itt megszólásunk előtt beszélgettünk már róla, nyilván a, a egyébként is nagyszámú esküvők, erre még rájött az első hullám, ezek csúsztatása, lemondása után most még inkább nagyon torlódnak az esküvők, és most itt a második hullám. És mit tegyünk egyelőre? Most bizonytalan az, hogy az este 11 óra az érinti a lakodalmak időpontját. Most mi a helyzet? Állandóan csörög a telefonot, gondolom. Igen, szombaton, amikor kijött ez a szabályozás tervezet, akkor az esküvőkön kérdezgették a szolgáltatók, hogy mit tegyenek. Próbálom mindig ilyenkor nyugtatni egyébként azokat, akik kérdezősködnek tőlem, mert egy esküvőszervezés egyébként is nagy stresszel jár. Még az, hogy milyen szabályozásokat kell betartani, ami egyébként nincsen készen és nem jelent még meg a magyar közlönybe, hát úgy aztán nagyon nehéz eligazodni. E, reggel óta pedig folyamatosan csörög a telefon a szolgáltatók részéről, a párok részéről, főleg azoknak, akik most lesz szombaton az esküvője, és tényleg tervezték már, akár évek óta van olyan, aki 2018 óta tervezi az esküvőjét, tavasszal lemondta, áttette most szeptember végére, és akár ezt is lehet, hogy lemondani kényszerül. Tehát ezek nagyon kellemetlen helyzetek, viszont természetesen mindenkit arra biztatunk, hogy a szabályozásokat be kell tartani, de azért mindenkinek azt az utat megmutatni, vagy olyanokat javasolni, amivel akár kiküszöbölhetők ezek a kellemetlenségek. Amit tudunk, hogy a magyar közlönybe a részletszabályozások kijöttek. Ami valóban tartalmaz egy olyan passzust, hogy 23 óráig lehetnek nyitva az éttermek és a rendezvényhelyek illetve ha valahol fogyasztás van, akkor azt is 23 óráig tehetik meg a vendégek. Azonban márciusban kijött egy részletszabályozás szabályozás minden mellett, mert ugye márciusban is volt egy éttermekre, vendéglátóipari egységekre, szórakozó helyekre vonatkozó részlet szabályozás, azonban volt mellette egy olyan rendelkezés, ami a kivételeket tartalmazta, ott pedig a vallási események, az egyházak által szervezett rendezvények és a családi események kivételek voltak bízom benne, bízunk benne, hogy ebben az esetben is lesz egyébként egy ilyen kivétel, mert ez még mindig él ez a jogszabály, és ezt nem vesztette hatáját. És én mindig ezeket próbálom a pároknak, illetve szolgáltatóknak mondani, hogy ne szaladjunk előre, várjunk még egy-két napot, valószínűleg ez a holnapi napig ki fog kristályosodni, és én gyanítom egyébként, hogy az esküvőket engedélyezni fogják 11 óra után is. Egyrészt azért, mert az esküvőkre azért külön szabályozás vonatkozott a nyáron is, tehát amikor nem lehetett még rendezvényeket tartani, és konkrétan még szinte kiárási korlátozás volt, 200 főig a rendezvények, illetve az esküvőket engedélyezték. Az esküvők talán mindig egy kicsit enyhébb kategóriába esnek a szigorítás szempontjából legalábbis, mivel a kormánynak azért a családpolitikájához nagyban hozzátartozik az, hogy az esküvőket, a házasságkötéseket támogatni el. Mi pedig ugyanilyen rugalmasan állunk egyébként ezekhez a kérdésekhez. Tehát, ha valaki mondjuk most a hétvégére vagy jövő hétre szeretne dátumot módosítani, és van szabad helyünk, akkor természetesen mi készséggel ezt megte megtesszük. Tehát, biztatom azokat a párokat, akik esetleg még nem telefonáltok, de kérdésük vagy kérésük van, nyugodtan hívják az anyakönyv irodát, vagy engem személyesen, mert mindent megteszünk annak érdekében, hogy az esküvőt elhalasztani ne kelljen. Tehát én egyébként az első hullámba se volt, és folyamatosan csináltuk az esküvőket márciustól egészen idáig, és ezt követően is természetesen fogjuk. De mindenkinek, amikor felajánlom a rugalmasság lehetőségét, ezzel mindig szoktuk mondani, Szoktam mondani, hogy a, a jogszabályok és a törvények betartása mellett tudjuk természetesen ezeket. Tehát ha 11 óráig tartanak az esküvők, akkor akkor ezt ugyan már ránk a szertartás miatt nem vonatkozik, de ezért mindig fölhívjuk a, a figyelmet arra, hogy magát a teljes lagzit 11 óráig lehet tartani. De, mint említettem, ezek még ö, elő, előkészítés alatt álló jogszabályok, nem tudunk pontosan, bízunk benne, hogy a 11 órát nem fogják az esküvőkre ráhúzni. Jelen szabályozás szerint egyébként a polgári szertartásra milyen elővigyázatosságú óvintézkedések vonatkoznak? Az elmúlt hetekben, amikor a második hullám kitört, előjött a készfogást, azt én például kerülöm az ifjú párral, a kivonatátadás is egy jó szó mellett történik, illetve az ifjú párok kérik többször, hogy mondjam be a szertartás előtt, hogy a gratulációkat a rokonok mellőzzék. Itt ezt a mi körünkben itt a nagy teremben próbáljuk valamennyire azért leszűkíteni. Tehát a, a... Te puszi és kész van, gondolom. Így van, illetve hogyha nagyon, nagyon ásznépnek a, létszáma, a, a akkor a, a, folyamatosan próbáljuk azt mondani, hogy legalább egy széket hagyjanak ki azok, akik mint nem át, egy élnek, vagy akik messziről jöttek, vagy külföldön voltak az elmúlt egy hónap, próbáljanak azért valamilyen védőtávolságot tartani a párról. Ezek nagyon fontosak, mert semmiképpen nem szeretnénk azt, hogy itt a későbbiekben olyan problémák, problémák merüljenek föl, hogy egy, egy vendéglátóipari egységbe egy lagzisházban, vagy nálunk esetleg elterjedt a vírus, mert ez nem vett jó fényt se ránk, se a, esetleg az önkormányzatra. Ennek ellenére, mind, emiatt minden, minden óvintézkedést megteszünk, maszkot adunk, készfertőtlenítőt adunk, és a szociális másfél méteres védőtávolságot pedig beszoktuk mindig tartani. De akkor egyelőre a Nász nép részt vehet a polgári szertartáson? részt vehet. Másfél hónap volt egyébként március közepétől április végéig, amikor csak a két tanút engedélyeztük. Mivel kormányzati intézkedés nincsen a létszám tekintetében, tehát itt csak az órát szopták meg jelen pillanatban, így a násznép bármikor jöhet, egyébként bármikor és bármennyien jöhetnek. Egyébként nekünk nincsenek az éresti szertartásaink, tehát 10 óra, 11 órás, nagyon ritka, talán egy volt az elmúlt három évben, amióta én csinálom az anyakönyvet. Tehát, hogy a szertartások időpontjait nem feltétlenül kell változtatni a mi szemszögünkből, de ha ezt a pár szeretné, akkor természetesen lehetőséget biztosítunk rá. Erősítsük meg akkor, hogy az aggódó egyes pároknak egyelőre a tülermét kérjük. Az elkövetkezendő egy-két napokban, egy-két napban ki fog derülni, ha máshogy nem valami kormányinfon vagy egyéb ö, híradás kapcsán, hogy ez a 11 óra ebbe most is kivételt képeznek -e a családi események. É, így van, én nagyon bízom benne, hogy ez, ez így fog történni, illetve én mindig arra a párokat, hogy ezen ne idegeskedjenek, tehát ez egy kormányzati intézkedés ez országosan valószínűleg érvényben lesz. Az utolsó hetet ne ezzel töltsék kell. Hozzám azért nagyon sokan beszoktak jönni még az utolsó héten, vagy az esküvő előtt két héttel. Én mindig próbálom megnyugtatni őket, hogy van, volt elég dolog, amin idegeskedtek, ezen már nem kell változtatni, nem tudnak rajta. Mi rugalmasan állunk hozzá, és természetesen a párok igényeihez alkalmazkodunk. Nagyon szépen köszönjük, remélhetően sikerült megnyugtatni az aggódó párokat. Edély Zsolt volt a vendégünk. Szép Köszönöm. napot, szia! Szép napot, sziasztok!